Köszönök mindenkit! Ma az automatizációról lesz szó. Először az alapokról, majd a többi részben az egyre bonyolultabb, komplettebb dolgokról. Tehát egészen a kezdő dolgoktól haladókig fogunk eljutni. Itt eleben is világszínvonalú az automatizáció, nyilván HD-ban még több van, ezt több helyen jelezni is fogom. Ettől függetlenül eleben is Empowered verziókban is nagyon jó használható és nagyon kreatív dolgokra képes a beépített automatizáció. Először is honnan tudjuk kapcsolni? Itt van ez a kis lenyíló, ablak, itt látjuk a Channel Strip résznél. Ez a Mix Window-ban is. Itt az autó felirat alatt, itt lehet kapcsolni. Lássuk, most visszamegyek az Edit Window-ra. Nézzük az alapvető funkciókat. Itt fönt található az off, ez azt jelenti, hogy bármilyen automatizáció van ezen a tracken, legyen az pluginekkel kapcsolatos, vagy audio, vagy itt audio régiókkal kapcsolatos, semmit nem fog figyelembe venni a Pro Tools, tehát gyakorlatilag kikapcsoltuk az automatizációt. A második, itt inkább alulról indulok, a write funkció, itt látjuk, itt pirossá is változik. Ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy mindent felülír, ami létezik, éppen ezért nagyon figyeljünk oda ennél a funkciónál. Általában ezt csak az első alkalommal szoktuk használni, utána átállunk egyik másik funkcióra, és azokat használjuk. Miért is veszélyes ez a write funkció, ezt meg is mutatom. Tehát, hogyha itt elindítok egy sima lejátszást, látjuk, hogy elindult a piros csík is vele együtt, és hogyha bármit automatizálok, akkor ezt ugye ő felülírja. Így kész is van az automatizációm, látjuk, meg is történt. Itt átkapcsolt most lecsüzem módba, ezt megmutatom mindjárt, hogy miért. Ha viszont write módban maradok, elindítom újra a lejátszást, akkor látjuk, hogy ugyancsak megy a piros csík, és felül is írja az eddigi automatizációt, hiába nem nyúlok hozzá egyetlen egy faderhez sem. Éppen ezért nagyon vigyázzunk a write mód használatával. Tehát ez a mindent visz funkció. Utána folytassuk touch funkcióval. Ez főleg touch dolgoknál lényeges, mint például a bizonyos plugin funkciók, vagy éppen a hangerő, a volume. Tehát elindítom, látjuk, hogy nem írja, viszont abban a pillanatban, ha itt ide kattintok, látjuk, elindult a piros csík, és bele tudok kvázi javítani az automatizációba, és hogyha elengedem, visszatér az eredetihez. Ha megint hozzányúlok, akkor megint elindul, majd visszatér az eredetihez. Tehát ez a touch mód, ezt igazából touch dolgoknál használjuk, mint ahogy említettem, a fader vagy bizonyos plugin funkcióknál, tipikusan olyan paramétereknél, amik touch jellegűek. Például vezérlő felületeknél, ugye a digis, illetve az evides vezérlő felületek, azok touchosak, abszolút a faderek, tehát érzi azt is, hogyha rátesszük az ujjunkat, ott nagyon jól tud jönni ez a funkció. De látjuk, hogy egérrel is működik. A latch mód az szinte ugyanaz, mint a touch mód, annyiban különböznek egymástól, hogy inkább latch jellegű dolgokra használjuk, mint például a panoráma. Ugye itt nem szeretnénk, hogyha automatizáció után visszatérne az eredeti helyre a dolog, éppen ezért itt latch automatizációt használunk. Át is állunk itt panorámára, hogy lássuk. Elindítom ugyancsak a lejátszást, és hogyha a panorámát automatizálom, látjuk, elindult pirosba, viszont amíg hagyom a lejátszást menni, addig ez úgy is marad lecsállásban. Tehát nem úgy, mint a touch, hogy azonnal visszatér, vagy egy bizonyos idő után visszatér, hanem ott marad mindaddig, amíg stoppot nem nyomok. És csak akkor tér vissza. Nyilván így lecsel is ugyanúgy bele tudunk javítani a dolgokba, tehát ha még egyszer indítjuk a lejátszást, látjuk, hogy itt nem ír felül semmit, viszont abban a pillanatban, ha én ebbe belejavítok, akkor bele tud írni, és onnantól az új értéket írja az új stoppig. Tehát ez a latch mód, ezt főleg, ahogy említettem, olyan paramétereknél használjuk, amelyek nem touch jellegűek, tehát például a panoráma, vagy hogyha EQ-t automatizálunk, nyilván ott sem szeretnénk, ugye, hogyha a frekvenciák össze-vissza ugrálnának, például arra is nagyon jó. Itt ennyi funkció van, vagy ennyi fajta automatizáció. Van még a read, nyilván ez annyit tesz, hogy amit eddig automatizáltunk, látjuk mindjárt itt a hangerő és a panorámánál, hogy mindet gyönyörűen lejátsza, mindet végrehajtja. Tehát ez csak olvassa a meglévő
automatizációnkat. Ilyenkor nem is tudunk semmit automatizálni, és nem ér felül semmit. HD-ban itt több funkció van, van egy-kettővel több, és főleg ezeknek a variációja, touch latch, write latch és ilyen funkciók. Ezek még kreatívabb dolgokra képesek, de itt látjuk, hogy eleben is bőven elég ez, tehát ezzel is nagyon szépen el lehet dolgozgatni. Nézzük, hogy touchban miért is tér vissza az eredetihez rövid idő után, az eredeti paraméterállásokhoz. A setup menü, preferences és a mixing fülön találjuk az automation részt, amit már egyszer átnéztünk a preferences videók alkalmával, de most nagyon röviden újra. Azért tér vissza, mert itt van egy auto match time, ami most 250 millisekundum, ez nyilván, hogyha lassan, azt akarjuk, hogy lassabban térjen vissza, akkor hosszabbra állítjuk, azt akarjuk, hogy rövidebb idő alatt, akkor rövidebb időre állítjuk. Láttuk, hogy a write után automatikusan átállt, ez esetben most latch automatizációs módra a Pro Tools, az pedig itt az After Write Pass Switch to funkcióval kapcsolható. Ha no change, akkor nyilván write-ba marad, ha latch, akkor ugye latch-re áll át, ha touch, akkor touch-ra áll át egy write pass után. Én ezt általában latch-en hagyom, úgy szeretem használni, mindenki dönts el. A no change-et nem nagyon javaslom, mert hogyha véletlenül write-ban vagyunk, akkor ahogy mondtam, az összes paraméterünket felül fogja írni, tehát azt mindenképpen a write-ot én azt javaslom, hogy csak akkor használjuk, hogyha azon a track-en, akkor először automatizálunk, utána mindig valamelyik másik funkció kell. Smooth and thin data after pass, ez igazából csak akkor lényeges, hogyha valaki nagyon-nagyon sokat és őrült mennyiségben automatizál, tehát az esetek 99,9%-ában bőven jó a sum állás, nem is nagyon kell ezt bántani, de lehet none, little sum, more and most, nyilván, hogyha more and most, hogyha őrült mennyiségű automatizáció van, ez a funkció csak arra való, hogy gyakorlatilag a redundáns pontokat törli automatikusan a Pro Tools, tehát a lényeges információ az automatizációkban mindig megmarad, ami felesleges vagy feleslegesnek ítélt, azt kitörli. Plugin controls default to auto enabled, tehát bármilyen plugin-t a trackre teszek, akkor minden funkció egyből automatizálható lesz. Én nem javaslom ennek a funkciónak a használatát, én nem szeretem, egyrészt memóriát foglal, de nyilván ez ma már nem is annyira lényeges, viszont nagyon nagy káoszt tud teremteni, mert onnantól, hogyha automatizálni szeretnénk, akkor óriási listákból kell kiválogatni adott esetben, hogy mi az, amivel valamit kezdeni szeretnénk. Tehát inkább én azt javaslom, hogy azért egyenként plugineken is egyenként kapcsoljuk, hogy mit szeretnénk automatizálni, sokkal rendezettebb lesz a sessionünk is. Latching behavior for switch controls in touch. Ez pont azt a problémát oldja meg, hogy a latch típusú kapcsolókat nem hagyja touch módban automatizálni, illetve ha touch módban automatizáljuk, akkor latchként fog viselkedni, magyarul nem ugrik vissza a kapcsoló az eredeti helyzetébe. Ez egy olyan védő funkció, hogy ne kövessünk el nagy hibát. Include control changes in undo queue. Hogyha ez be van jelölve, akkor például a fader mozgást is tudjuk undozni adott esetben, hogyha pedig nincsen, ugye, akkor a control change-eket nem jegyzi meg, tehát például, amit nagyon gyakran használunk, fader mozgást sem tudunk undozni. Tehát ennyi a preferences rész, és ne feledjük, hogy hol tudjuk kapcsolni a különböző módokat. A következő részben pedig meg fogjuk nézni, hogy a hétköznapi életben, amikor dolgozunk, akkor hogyan használjuk az automatizációt egy-egy sessionben.